A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Biztonságpolitikai kérdésekről, a haderőreform szükségességéről is kifejtette nézeteit. Mai pécsi sajtótájékoztatóján Körömi Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki tavaly november óta a Honvédelmi Bizottság tagja. Körömi Attila az Országgyűlés számvevőszéki bizottságában végzett munkája után saját kérésére a Honvédelmi Bizottságban dolgozik tovább. Engem mint tartalékos tisztet és parlamenti képviselőt nagyon érdekel az, hogy egy tárcát érintő átfogó reform hogyan zajlik le. És itt már nem is arról van szó, hogy a hadseregben hogyan zajlik le, hanem egy tárcának az átfogó reformja hogyan zajlik le pénzügyileg, szervezetileg, tartalmában. Ez egy parlamenti képviselő számára ritkán adatik meg. A sajtótájékoztatón a politikus kifejtette véleményét az SZDSZ aláírásgyűjtő akciójával kapcsolatban is, melynek célja a kötelező sorkatonai szolgálat eltörlése. Szerencsétlenek tartom, időszerűtlenek és kivihetetlennek, indokolatlan, mert egyébként a haderőreform és a Fidesz által képviselt elképzelések egyébként ebbe az irányba hatanak, csak egy megvalósítható tempóba, azaz mi azt mondjuk, hogy növelni kell a seregen belül a hivatásos és a szerződéses katonák létszámát és arányát. A sorállomány kiképzés idejét annyi időre kell szorítani, amíg a katonai ismeretek elsajátíthatóak, és minden további fölösleges bentöltés a hadseregben az indokolatlan. Mint ez a sajtótájékoztatón elhangzott, a legnagyobb kormánypárt is fontosnak tartja a jobb laktanyai körülmények biztosítását, és ezért is szavaztak meg a honvédelmi tárca számára 43%-kal több pénzt, mint tavaly. Az önkormányzat tavaly írt ki pályázatot egy úgynevezett non-profit szolgáltató központ létrehozására. A közgyűlés tegnapi ülésén úgy határozott, hogy a 4 elfogadott pályázat közül a Nevelőkháza Egyesület működtetheti majd a miniszterelnöki hivatal által is támogatott új non-profit szolgáltató központot. A non-profit szolgáltató központ létrehozása országos kezdeményezés. Tavaly tavasszal a miniszterelnöki hivatallal való egyeztetés után a város önkormányzata 3,5 millió forintot kapott egy ilyen központ létrehozására, melyet a háromoldalú szerződés alapján a pályázatban meghirdetett feltételek szerint egy civil szervezet működtetne. A miniszterelnöki hivatal pályázata nagyon sok feladatot ró a civil szervezetre. Egy pályázatot írtunk ki, a pályázatra 4 civil szervezet ajánlata érkezett be. A Nevelőkháza Egyesülete lett a nyertes, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntése alapján tegnapi nap fogadta el a közgyűlés. A feladatok nem csak városi, hanem megyei szintű működés, a jogi tanácsadástól kezdve az információ átadásáig, összességében a civil szervezetek működésének a támogatása, ez a feladata annak a civil szervezetnek, melytől nagy munkát várunk, és hogy most ezt a pályázatot megnyerte, az anyagi forrása is megvan erre. Az anyagi forráshoz még egy mondatot kell mondanom, a 3,5 millió forint mellé önrészt is kellett felajánlani a civil szervezetnek. A civil szervezet által felajánlott önrész nem önkormányzati támogatás, hanem a civil szervezet saját forrásaiból táplálkozik. A non-profit szolgáltató központ két helyszínen, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont József utcai és a Civil Közösségek Háza Szent István téri épületében látja el tevékenységét már februártól. Február 16-ára tervezzük a megnyitót, és mindjárt aznap egy támogatói fórumot fogunk szervezni a Nemzeti Kulturális Alap, Soros Alapítvány, Mobilitási Ifjúsági Szolgálat és a Pro Renovanda Kultúra Hungária Alapítvány részvételével, illetőleg másnap és az után következő napokban képzés lesz a CTF alapítványal. Velük mind volt együttműködési megállapodásunk a pályázatban is, és még azt fontosnak tartom elmondani, hogy majd a pályázat folyamán a baranyai, illetőleg a megyei feladatokat a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközponttal közösen fogjuk megszervezni, ellátni, hiszen ők a területi ellátásokban, illetve szolgáltatásokban élen járnak. Tegnap utasszámlálást tartottak a pécsi tömegközlekedési RT3 buszvonalán, az 1-esen, az 50-esen és az M55-ösön. Az elsősorban a közelmúltban épült bevásárlóközpontok miatt megváltozott utazási szokásokat mintegy 130 középiskolás diák segítségével térképezte fel a cég.
Mennyire vannak tömve ezek a buszok? Nagyon. Főleg Kertvárosból idefelé. Arrafelé már nem annyira. Sokan járnak erre. Mikor nem is plázába, erre járnak sokan, és leszállnak rengetegen a plázánál. Utána meg üres szinte busz tovább. Hát szerintem kielégítő a sűrűség. Mondjuk a déli órákban nem, mert akkor 20 percenként jár, és az egy kicsit kevés. Mennyire vannak sokan ezeken a buszokon? Eléggé tele vannak. Jobb lenne, ha kevesebben lennének, de hát sok ember utazik. Éppen ezért döntött úgy a Pécsi Tömegközlekedési RT, hogy a bevásárlóközpontok elérhetőségét biztosító járatokon utasszámlálást tart. Az utasainktól is visszajelzéseket kaptunk, illetve a bevásárlóközpontokból, hogy megváltoztak a pontosan az új bevásárlóközpontok létesítésével az utazási szokások, ez indokolta tulajdonképpen az utasszámlálás végrehajtását. Az 500-as számú ipari szakmunkás képzőintézet diákjai egy napon át teljes üzemidőben számlálták a fel- és leszálló utasokat az 1-es, 50-es és M55-ös járatokon. Hogyan fogadnak az utasok titeket, hogy számláljátok őket? Hát valaki megkérdezi, hogy miért számoljuk meg őket, normálisan közvetlenül beszélgetnek velünk. Ami érthető, hiszen a számlálás az ő érdekükben történik, annak értékelése után valószínűleg kényelmesebben, kevésbé zsúfolt buszokon utazhatnak majd. Az értékelés után derül ki, hogy szükséges-e a menetrendváltozás, a bevásárlóközpontok, illetve az utasaink jelzése alapján úgy tűnik, hogy szükséges, de azért végezzük a vizsgálatot, hogy erről pontosabb képet kapjunk, számszerűt, és ennek alapján döntjük el, hogy a menetrendet sűrítjük, átcsoportosítjuk az különböző időszakokból más időszakokba, vagy új buszokat állítunk be. Mivel a buszvonalak teljes lefedettséget biztosítanak a megnövekedett forgalmú szakaszokon, ezért nem tervezik új vonalak létesítését. A menetrend azonban valószínűleg változik. Erről időben tájékoztatja utasait a Pécsi Tömegközlekedési RT. A lábszárfekély gyakori betegség. Korábban, ha műtétre került a sor, 15-20 cm-es vágást kellett ejteni a beteg lábán. Ma már egy endoszkópos eszköz alkalmazásával 2 cm-es meccés is elegendő. Pécsett a Baranya megyei kórházban új sebészeti beavatkozást vezettek be a lábszárfekély gyógyítása során. A lényege, hogy egy úgynevezett endoszkópos módszerrel, egy kis seb ejtésével tudjuk azokat a kórosan tágult viszereket a lábszáron megszüntetni, amelyet eddig csak nagy műtéttel, nagy meccéssel tudtunk. Ennek következtében a műtétek után a betegek gyógyulása sokkal gyorsabb, sokkal kevesebb szövődménnyel és eredményesebben kezelhető a lábszárfekély ezeknél a betegeknél. A lábszárfekély elsősorban a trombózis utáni állapotokban alakul ki, azonban a hosszabb ideig fennálló egyszerű viszérbetegség után is felléphet. A varikozitás, ami a viszérbetegséget jelenti, igen gyakori betegség és népbetegségnek tekinthető. Körülbelül a lakosság 20-30%-át érinti. Tehát egy nagyon magas szám. A lábszárfekélyes betegek aránya kisebb ennél természetesen, hiszen ez csak a súlyos állapotú betegeknél alakul ki. Az orvosok milyen tényezők hatására döntenek, úgyhogy most akkor bevezetik ezt az új eljárást? Hát az új eljárásokról általában kongresszusokon, elsősorban külföldi kongresszusokon szerzünk tudomást, ahol az első tapasztalatokról is beszámolnak a kollégák, és hát hazahozva ezeket a tapasztalatokat, igyekszünk a kórház vezetését arra ösztönözni, hogy erre áldozzanak. Egy-egy új, korszerű eljárás, beavatkozás bevezetése a páciensnek és az egészségügyi intézménynek is egyaránt előnyös. A gazdasági előnye az, hogy a betegek gyorsabban gyógyulnak, rövidebb kórházi kezelést igényelnek ezután a műtét után, így alacsonyabbak a költségek. Korábbi kiadásainkban már foglalkoztunk a Jókai tér jövőjével. A belváros mediterrán hangulatú terecskéjének sorsát sokan a szívükön viselik. A környék lakói emiatt hozták létre a Jókai tér egyesületet. Az első összejövetel tegnap tartották. Január 27-én családias hangulatban 16 fővel alakult meg a Pécsi Jókai térért egyesület. Az itt lakók, valamint a téren található üzletekben dolgozók úgy vélték, egy ilyen összefogással ők is tehetnek valamit Pécs egyik leghangulatosabb teréért. Elsődleges célként a felújítást hangsúlyozták. Kérdés, milyen legyen az új arculat?
cél mindenféleképpen illeszkedjen az a környezethez, ahol van. Ebben a pillanatban biztosan nem illeszkedik hozzá. A második egy praktikussági szempont, és a harmadik, én azt gondolom, egy kicsit messzebbre nézve, valamifajta turista csalogató, valamifajta látvány, amelyik érdemes arra, hogy bárki vetegye akár a programjába, azok számára, akik Pécsre jönnek. Szeretnénk mi is ennek az egyesület megalakításával egy kvázi civil fórumot kínálni a lakosságnak, hogy már a tervezés legelején véleményt tudjunk nyilvánítani, hozzá tudjunk szólni ahhoz, hogy a Jókai térből egy olyan tér legyen, ami mindenkinek a megelégedésére szolgál. Én úgy látom, hogy itt akik ezt a teret, a tér sorsát, mint szakemberek a vállukra vették, azok gondolkoznak, és mi pontosan őket fogjuk az első eseményünkön meghívni, hogy hát mondják el, hogy mit gondolnak, és akkor mi is elmondjuk, hogy ez mennyire tetszik nekünk. Az alakuló ülésen az egyesület tagjai a régmúltat idéző fotográfiák böngészése közben tervezgették a tér jövőjének lehetőségeit. Kicsit enyhült a tél, de még lehetőséget ad a téli sportok kedvelőinek. Tegnap a síelők versengtek, ma a szánkózó kisdiákok vettek részt a misinatetői sípályánál megrendezett diákolimpián. A meccsek lejtői persze nem csak a versenyzőknek, hanem a kikapcsolódásra vágyóknak is ideális terepet jelentenek. Még a novemberben lehullott hó kínál remek sportolási lehetőséget mindazoknak, akik a meccseket választják a kikapcsolódás színhelyéül. A januári havas esőknek köszönhetően keményé fagyott a sípálya, de továbbra sem jeges, így valószínűleg még hosszú ideig használhatják a téli sport szerelmesei, természetesen kellő figyelemmel és óvatossággal, hiszen veszélyes szakaszokat is rejt a csalóka lejtő. A csaknem 25 cm-es hótakaró miatt a kirándulni vágyók inkább a már kitaposott ösvényeket válasszák, és ügyeljenek az autósok is, hiszen a tévétoronyhoz vezető út is csúszós a hó alatt megbúvó jégbordák miatt. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat rövidesen, lapelőzetesen, majd időjárás jelentéssel folytatjuk. Maradjanak velünk! Szombaton a Dunántúli Naplóban. A gyermekgondozási díjat kérelmezők mintegy 30%-a nem csatolta az igénylőlap mellé a szükséges nyomtatványokat, a baranyai munkáltatók jelentős része pedig hiányosan töltötte ki az űrlapokat. A megyei egészségbiztosítási pénztára hiányosan beérkezett dokumentumokat visszaküldi, csak a hibátlan kérelmeket tudják feldolgozni. Paktum harc. Politikai alkuk, törvényességi felülvizsgálat, megismételt választás és felrúgott paktumok szegélyezték a megyei és a regionális területfejlesztési tanács közelmúltbeli átalakulását. Az új jogszabályok szerint újjászerveződött a két testület, de ez nem járt viharok nélkül, sőt a Dunántúli Napló értesülései szerint a megyei közgyűlést irányító koalíció léte is veszélybe került. Tiszta lappal indulnak a Pétáv ügyben. A városi közgyűlés több fideszes képviselőinek kérelme alapján immár másodjára vizsgálta meg a Baranya megyei ügyészség a Pécsi Önkormányzat és a Pécsi Erőmű RT között kötendő szindikátusi szerződés tervezetet, abból a szempontból, hogy az, ha a felek aláírják, ütközne-e valamely jogszabályba, illetve hogy sértene-e közérdeket. Részletek a szombati Dunántúli Naplóban. Tovább melegszik a térségünket kitöltő légtömeg. Hazánk időjárását a nyugat felől érkező enyhébb levegő határozza meg. Éjszaka kevés felhő lesz, a légmozgás mérséklődik. A hajnali órákban a hőmérséklet -5-8 fokig süllyed. A reggeli órákban több helyen ködés párásság alakul ki. Szombaton napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és az esti órákban eső, havas eső is előfordulhat. A délnyugati szél mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke 0 és +2 fok között alakul.